A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum műszaki, építőipari, informatikai, kereskedelmi és szépészeti szakterületen is biztosít képzéseket az érdeklődő, most érettségizett diákok számára. Nagyon sok olyan képzésünk van az intézményeinkben, amelyek kifejezetten érettségére épülő technikus képzések. Hogy ez miért jó, mielőtt még kitérnék arra, hogy melyek is ezek a képzések. Elsődlegesen azért nagyon jó, hiszen egy nagyon komoly szakmát ad a technikum. Ezzel is, aki ezt megszerzi, sokkal több lesz mindenféle szempontból. A másik oldalon pedig, ha továbbra is továbbtanulási szándéka megmarad, akkor az egyetemi továbbtanulás irányába ez egy nagyon komoly belépő tud lenni, hiszen nem véletlenül mondjuk azt, hogy a technikus képzés az a mérnök képzés előszobája, hiszen a pontszámításnál azok a tanulók, akik már technikumi bizonyítvánnyal rendelkeznek, nagyon komoly előnyben vannak. Ezek 2 éves képzések, a 2 évnek 1 fél éve van konkrét iskolai körülmények között, utána keressük a duális képzőhelyeket és duális formában történik a képzés. Tehát ez azt jelenti, hogy az első fél évet követően tulajdonképpen szinte 3 teljes fél éven keresztül van arra lehetőség, hogy ezek a tanulók, akik ilyen képzésben vesznek részt, duális partnernél legyenek. Ennek óriási előnye van. Az egyik óriási előnye az, hogy amíg itt vannak benn nálunk, addig ösztöndíjat kapnak, ezt követően pedig duális szakképzési munkabért kapnak. Konkrét vállalati körülmények között, valós körülmények között tanulnak, ami nagyon-nagyon sokat segít egyrészt a tudásszintjüknek a gyakorlatiasságában, másrészt pedig abban is nagyon sokat segít, hogy olyan valós vállalati tapasztalatokat szerezzenek, amelyeket később akár a felsőoktatásban tanulmányaik során, ha tovább mennek, akár a munkavégzés során is nagyon jól tudnak hasznosítani. A Szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégiumban is számos piacképes szakmát lehet megtanulni. A technikumi képzésben gépészetágazatban kínálunk gépgyártás technológiai technikus szakmát, elektronika és elektrotechnika ágazatban erős áramú elektrotechnikust, informatikai és távközlés ágazatban informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikust, specializált gép és járműgyártás ágazatban gépjármű mechatronikai technikus szakmát, ami az egyik legnépszerűbb szakmánk, illetve a szépészet ágazatra is nagyon sokan jelentkeznek, fodrász, kozmetikus vagy kéz- és lábápoló technikus szakmára. Ezen kívül villanyszerelő, illetve építőipar ágazatban ács, bádogos, kőműves szakmát is hirdetünk, a gépészetnél hegesztő CNC programozót, és gépjármű mechatronikai technikus szakmát, illetve gépjármű mechatronikus szakmát is a specializált gép- és járműgyártás ágazatban. Itt is 2 éves képzésekről beszélünk, mely során a diákok duális partnereknél mélyíthetik el a tudásukat. Van egy ágazati képzőközpontunk, ami kimondottan az autós szakmára specializálódott, de vállalatoknál, vállalkozóknál, egyéni vállalkozóknál is tanulnak ezek a diákok, úgy, hogy vállalati körülmények között a munkavilágában tudják elsajátítani olyan körülmények között, ahol később dolgozni is fognak.